Szevasz Cimbora, üdv újra a PopChap 4K-ban, melyben két képregény, két kalandja, két percben fog megelevenedni előtted, méghozzá ma egy igazi Kickstarter kedvenccel és Harley Quinn 25. születésnapjával. Kezdjünk is bele! PopChap 4K Harley Quinn 25. születésnapi külön kiadás Few and the Cursed, harmadik rész. Először is szeretném a Few and the Cursed című képregénnyel kezdeni, amely a Kickstarter kedvencem, ugyanis ez egy olyan sorozat, amit én mocskosul imádok. Részben azért, mert egy western történet, részben pedig azért, mert egy igazi badass vöröshajú dögös csaj a főszereplőjének a történetnek egy posztapokaliptikus világban, és említettem már, hogy western jellegű az egész történet? Egy posztapokaliptikus világban? Ha még nem, akkor szerintem ennél többet nem is érdemes tudni róla, a harmadik része jelent meg a héten a Kickstarteren, és hamarosan érkezik a negyedik fejezete, minden igaz, akkor Kickstarterre, amit én már nagyon-nagyon várok, ugyanis imádom Felipe Cagnónak a munkáját, aki egy egyszerűen zseniális író. Őt már nagyon-nagyon régóta követem figyelemmel a Kickstarteren, tulajdonképpen egészen pontosan a 3-2-1 Fast Comics második kötetét óta, és azóta tulajdonképpen mindent megveszek, amit ő ér, mert egyszerűen imádom a történeteit, nagyon-nagyon jó stílusban készülnek el a sztori, és egyszerűen lenyűgöző látványvilágot képes megteremteni a rajzolóinak köszönhetően. Fabiano Neves munkájáról én csak szuperrelatívuszokban tudok beszélni, ugyanis szerintem ez az a fajta rajstílus, amihez nem érdemes kommentárt fűzni, ugyanis ez egyszerűen lenyűgöző, és az akciójelenetei pedig olyan szinten tökéletesek, amelyek tulajdonképpen még álmodni sem mernék, hogy létezik az, hogy egy Kickstarteren futó kampány az ennyire gyönyörű rajz stílusban készülhessen el. És tulajdonképpen ez is az oka annak, hogy ez a történet miért is áll olyan közel hozzám, ha az nem lenne elég, hogy egy vöröshajú dögös nő egy posztapokaliptikus western történet főszerepében látható, melyben tulajdonképpen a vörösnek és hűtársának ezúttal a térképkészítő fiának kell segíteniük, méghozzá brutális harcokba kell küzdeniük, hogy megszerezzék a szabadságukat. Úgyhogy érdemes olvasni ezt a kötetet, még egyszer Few and the Cursed harmadik rész. Csap le rá! Harley Quinn 25. születésnapi különkiadás. Harley Quinn idén ünnepli 25. születésnapját a DC-nél, ugyanis ez volt az első alkalom, amikor megjelent 25 évvel ezelőtt, ennek köszönhetően pedig kaptunk egy vadonatúj különkiadást, ami nagyjából 40 oldalt jelent, és vannak benne gyönyörű rajzok is, mármint úgy egész oldalas rajzok, és 4 vadonatúj történet, amelyek közül az egyiket, sőt tulajdonképpen a kedvencemet nem más írta, mint Paul Dini, aki tulajdonképpen Harley Quinn születésnapjairól és azoknak a hiányáról, vagy épp csak az elszalasztott lehetőségeiről regél. Számomra ez volt az a történet, ami igazából kiemelkedő volt, ez volt az a sztori, ami teljes egészben megérintett, és ez volt az a sztori, amit én nagyon-nagyon élveztem, ugyanis szerintem ebben tökéletesen megnyilvánul Harley Quinn, az ő stílusa, az, hogy milyennek is kell lenni ennek a karakternek, milyen az eszenciája, miközben azért mégis igyekszik nagyon modern lenni, és igyekszik nagyon-nagyon hülyen tükrözni azt, hogy kicsoda a Harley Quinn. Míg a Palmiotti és Conner történet, ami az első történet volt, az tulajdonképpen azért volt nagyon izgalmas, mert ott például Red Tool-lal láthattuk őt egy közös jelenetben, ami kicsit érdekesebbé tette ezt az egész történet. Az, hogy tulajdonképpen egy flashbacknek a történet mesélt el, méghozzá az, hogy mi történt Las Vegasban, amikor nemrégiben a csajokkal oda ment, ugye méregcsókkal és macskanővel Las Vegasba mentek, és tulajdonképpen, hogy ott hogyan fajult el és vadult el a parti. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, miközben ők azért végig flörtölgették ezt a sztorit, amit én nagyon-nagyon élvezek, ugyanis imádom Red Tool-t és Harley Quinn-t együtt. Úgyhogy shippingelem őket. A harmadik történet már számomra nem volt kimondottan annyira tökéletesen Harley Quinn-centrikus, hiszen ebben méregcsók, illetve mocsárlény voltak azok, akik tulajdonképpen szerintem előtérbe kerültek, miközben Harley igyekezett nem kiszorulni a keretből. És tulajdonképpen ez nekem végig egy nagyon-nagyon érdekes érzés váltott ki belőle, ami tulajdonképpen miért is kell belekeverni ilyen történetekbe, miközben azért persze megvan a maga értelme, és igazából van értelme, és tényleg jól is néz ki, csak azért mégis elgondolkozik rajta az ember, hogy tulajdonképpen ez így most akkor. Ez Harley Quinn történet, vagy ez egy méregcsók történet, mert igazából nagyon sokszor azt érzem, amikor méregcsókkal együtt szerepel egy történetben, hogy ez igazából méregcsók történet, de azért kell bele Harley Quinn is, mert méregcsók nem lenne képes maga egyedül értékesíteni önmagát, hiszen egyetlen zöld lény sem képes erre, sajnos. A negyedik történet viszont számomra nagyon sok szempontból volt érdekes, viszont nem kimondottan annyira logikus, vagy annyira jól kidolgozott, mint amennyire szerettem volna. Sokkal inkább reflektált a Batman és Harley című filmre, amelyben ugye Robin és Harley tulajdonképpen kamatyolnak egymással, és ez a történet is tulajdonképpen arról szólt, hogy a Joker és a Batman, hogy ők lerendezzék egymás közt azt, szokásos cipakodásukat, addig Robin és Harley pedig tulajdonképpen egy playdate-re menjenek, azaz játszadozzanak el egymással, és próbálja meg az egyik elpusztítani a város, miközben a másik igyekszik megvédeni, hogy barátok legyenek. És tulajdonképpen, amit nagyon élveztem ebben a történetben, az volt, amikor Harley Quinn kitalálta tulajdonképpen Robinnak a háttértörténetét, azt, hogy ő hogyan is vált azzá a repülő sztárra, aki repülő hősi, aki tulajdonképpen előttünk megelevenedett ezeken az oldalakon. És igazából ez a kapcsolat volt az, ami szerintem igazából
érdekesé tette ezt a történetet, viszont nem éreztem annyira erőteljesnek. Sőt, tulajdonképpen az első két történet után a második két történet igazából nagyon-nagyon nagy hátralépésnek tűnt, a harmadik résznek ráadásul nagyon bizarr volt számomra a rajstílusa is, miközben persze ez adott neki egyfajta egyéniséget, aminek köszönhetően azért jóval jobb volt, mint amilyen lehetett volna, vagy mint amilyennek én valószínűleg megéltem. Szóval ezek voltak azok a képregények, amiket olvastam a héten, és amelyeket szerintem érdemes lenne neked is elolvasni, úgyhogy olvasd minél több képregényt, találkozunk legközelebb popkultúrában, közlekedet kívánok!